Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Na, mindenki megkapta a sokkot a Battlefield 5-től és a COD 5 bemutatóitól. Reméljük jók lesznek. Ha szeretnétek azokról is látni egy videót a csatornámon, megtaláljátok. Ám viszont most azért vagyunk itt, hogy felhívjam a figyelmeteket egy játékra. Tartsátok szemmel ezt a játékot. Van egy olyan érzésem, hogy sokkal jobb és több lesz, mint amit jelen pillanatban fogtok itt látni ebben a videóban, mert hogy Amazon játék demója ingyenesen elérhető Steamen. A játék címe Mother Gunship. Szóval, ja, anyab, csata, hajó, lefordítva. Na, a lényeg az, beírjátok az áruházba Mother Gunship, és letölthetitek ezt a demót, hogy kipróbáljátok ezt a játékot. Már egy jó ideje figyelem ezt a játékot, egy indie cég készíti, szóval nagy hírverés nincsen körülötte, viszont a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok indie játék közül ez egy olyan egyike, ami ilyen, nem is tudom, talán ilyen régi emlékeket idősz fel még azon Serious Sam korszakokból, ahol ilyen mindlessly lehetett menni és ölni mindenkit, és valahogy a nemrégiben elkészült Doom-ot is egy bizonyos szinten visszaidézi. Na most, az alapkoncepció a játéknak az elméletek az lenne, hogy van egy nagy anyacsata hajó, amit le kell darálni, de ezt így a demóban spoiler alert, majd meg fogjátok látni. Nagyon jó a koncepciója ennek a játéknak, szóval kezdjük ott, hogy a párbeszédek benne nagyon humorosak, így a maguk szintjén, és látszik, hogy a készítők nem akarták túl komolyan venni ebből a szempontból, ezért egyre több humort próbáltak belevinni a kommunikáció, ami, hogy is mondja, tehát most mit váratok el egy indie stúdiótól, de ez jól sikerült, tehát ez tényleg helyenként ilyen mi a francba ütközik át tulajdonképpen, és tele van ilyen célzásokkal és utalásokkal, szóval ha végig ilyen lesz a játék, mert ez csak tényleg csak egy demója az egésznek, de ha végig ilyen lesz a játék, akkor minden bizonyal elég jó szórakozás fog nyújtani. A másik nagyon-nagyon-nagyon jó dolog ezzel kapcsolatban az pedig a fegyverkészítési mechanizmusa. Szóval úgy néz ki, hogy a játékban egyelőre összerakhatod a saját fegyveredet. Na most ezt úgy tudod megcsinálni, hogy bemész a küldetésekre, és gyűjtesz magadnak pénzt, és ebből a pénzből alkatrészeket vásárolsz, és ezen alkatrészeket összerakod, és voilà, lesz belőle egy fegyver. A demo alapján úgy néz ki, hogy soha a büdös életben nem kell leállnod a fegyver méretének készítésével, szóval úgy fokozhatod, és annyi felé, és olyan extra ilyen kis képességekkel ruházhatod fel a fegyveredet, amennyivel szeretnéd, csak arra kell ügyelned mindig, hogy úgy rakd a különböző összekötő alkatrészeket, hogy ne akadályozzák egymást, és természetesen a fegyvercső az ne feléd nézzen, mert az problémás lehet. Szóval elsőre ez a játék egy meglepően olyan indie játék, ami maximális szórakoztatást nyújthat a magányos estéken, amikor a barátnőd nincs melletted, vagy éppen a barátod nincs melletted. Szóval, srácok, egy ilyen kis rövid bemutató lehetne. Élvezzétek a többi gameplayt, már ha maradt még egy kevés, mert van egy olyan érzés, hogy egy nagyon jó kis indie játékot fogunk kapni, és hogy ugye a jó hír benne, hogy valószínűleg ugye nem lesz $60, de mégis mindez egy nagyon jó szórakozást fogunk kapni. Én mindenképp szemmel tartom ezt a játékot, szóval, hogyha majd megjelenni fogok még róla csinálni egy videót, komplexet bemutatott, de a demója alapján, a mekkora ökörség engem így megvettek kilóra ezzel kapcsolatban. Szóval, ha még a Battlefield meg a COD nem válik be az idei évre, ez a játék valószínűleg elnyerte a tetszésemet. Plusz még jön a Rage 2 is valamikor. Srácok, évezzük a további gameplayt. Köszönöm a figyelmet. Peace. Szevasztok.
give up on a soldier. Back on your feet. That's 8 chambers, and we have your reward. We're happy to present you with a one-of-a-kind treat, never before seen. Are you ready? My gungeoneering license will be revoked for this. It's a chocolate chip cookie pie. Only we didn't have flour on board, so we used cement, and we didn't have chocolate chips either, so we substituted bullets. It's a bullet cookie pie made of... cement. And it's also moderately similar to whatever tasty treat you might have wanted, when the two are compared on a cosmic scale. Well, I think...